Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig a veganblog.hu, nyár közepe van, tehát ez a videó is a semmit tevésről fog szólni. Jó, tehát lusták leszünk, mint a hedonista lajhár, de azért elkészítünk egy isteni finom jégkását. Könyveinkről se feledkezzünk meg, ha még nem vásároltátok meg, itt az ideje, hogy megtegyétek. Rengeteg finom vegán recept, egyszerűen elkészíthetőek. Maradjatok velünk, mindjárt kezdünk! A YouTube-on a vegán blog felirat alatt, ahol az a menüsor van, amiben a megosztás is van, egyébként egy picit balra elhúzzátok, ott van egy köszönet gomb, azt megnyomva szintén tudtok bennünket támogatni, előre is köszönjük. És már itt is vagyunk, ma dinnyés jégkását fogunk egyébként elkészíteni, és nem fog lefagyni az arcunkról a mosoly, mert tényleg nagyon finom lesz, mindössze néhány alapanyagra lesz szükségünk, és egy magas fordulatszámú Turmix gépre. Egyébként meg egy pici lelkesedés is kell hozzá, de tényleg semmi más. Nézzük is, hogy mik kellenek hozzá. Az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak, de amint láthatjátok, most talán fejből is menni fog mindenkinek, hiszen nagyon kevés alapanyagból dolgozunk, mint ahogy azt már említettem. Szóval itt egy szép görögdinnye, egy citrom, mentalevél és édesítésként a teljes értékűség, illetve a teljes értékű növényi étrend jegyében datójával fog történni, de használhattok más édesítőszert is. Vegán blog tippjeink következnek, kezdjük a dinnyével, illetve azzal, hogy alternatívái is létezhetnek, tehát más gyümölcsből is elkészíthetitek, mondjuk őszi barackból például. Egyébként némi előkészületet igényel a jégkásánk, hiszen a dinnyénket fel kell szeleteni, illetve kockázni, és betenni a mélyhűtőbe, jó, ha ezt előző nap megtesszük, hogy teljesen megfagyjon, és akkor lesz tökéletes az ételünk. Egyébként még beszéljünk egy picit a dinnyéről, önmagában is nagyon egészséges étel, remek vitamin forrás, és most pedig a magot is kiemelném, mint fogyasztandó és izgalmas elemét, hiszen egyébként a magban rengeteg ásványi anyagot találhatunk, fehérjét, és egészséges zsírokat is, és még sok-sok minden jó, tehát az egészségünknek nagyon jót tesz, és el kell rágnunk, jó, ez nagyon fontos, és a legfontosabbról legalábbis számomra elfeledkeztem, a férfiasságra is remek hatással van. Szerintem akkor a dinnyét meg is beszéltük, és beszéljünk a nyárról, illetve a lustaságról, vagy hát az allergia szezonban, ha épp a konyhára lesznek allergiások, akkor remek opció lehet, illetve választás Safi készételeinek valamelyike, ezek mind vegánok, illetve gluténmentesek, és tartósítószer sem tartalmaznak, egyébként négy fajta van, de az egyiket már megettük, próbáljátok ki ti is. Amint láthatjátok, mi csaltunk egy picit, itt vannak már a felkockázott dinnyék, és meg is vannak fagyva, mint ahogy az szintén látható, érzékelhető. Az édesítésről csak annyit szeretnék mondani, hogy mi megkóstoltuk ezt a dinnyét, és annyira édes, hogy nem szükséges plusz édesítőszer hozzá, de ha ti szeretnétek, akkor a datoja az tökéletes eleme lehet. Viszont, ha használjátok, akkor ezzel kezdjétek majd a turmixolást, egy pici vízzel turmixoljátok meg a datóját, és utána jöhet majd a többi elem, és már át is tértünk arra, hogy mit fogunk most csinálni. Be fogjuk tenni ezeket a szépségeket a turmixgépbe, és összeturmixoljuk. Egyébként még a mentáról néhány szó, nem muszáj beletenni, mi nagyon szeretjük, tehát lehet csak díszítésként is használni. Sikerre jártunk, de azért néhány hasznos jó tanácsot, illetve gyakorlati tapasztalatot hagyosszak meg veletek. Tunkoljátok mindenképpen fölülről, jó, de azért késben ne nyúljatok bele, jó? És a másik az, hogy azért néha szüneteltessétek, illetve ne pörgessék te túl a gépet, már csak azért sem, mert akkor felmelegszik, és nem lesz már kása, hanem csak valami löty. Nagyon rövid lett ez a videó, de azért játszani mindenképpen kell. Tudjátok, kinézi a videó végét, játékunk következik, a mai kód pedig a következő: a lelkes, önellátó, műkörmös hova ültet? Hát körömágyásba. Körömágyás, ez a mai kódunk. Pikpak, elkészültünk, nem is zavarlak benneteket tovább a nyaralásba. A kóstolás nem fog elmaradni, az biztos. Egyébként, hogyha nem kásaként, hanem esetleg fagyiként szeretnétek elfogyasztani, akkor egy kis növényi tej és banán krémesebbé, illetve fagylaltabbá teheti. A kórus itt van, de csöndben, és azt tudjátok, hogy ez most már a búcsú ideje. Én köszönöm szépen a rövid figyelmeteket is, kérem szépen a harangot bejelölni az értesítésekhez, és a köszönömöt a videó alá. Nyaraljatok, vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Ja, kóstolok! Nagyon finom, most már tényleg sziasztok!